Jó, egy pohár bortál fogadtok. És milyen gyakran szokott ide kiállni? Hát minden nap. Wir freuen uns, dass noch nicht sieben so viele Tore gefallen sind. A mai utazásunk az a gépjárművet a kárfelvétel.com biztosította. Hát, menjünk gipszkartonozni kicsit osztrákban. A gyerekeket most már ebben van pénz, nem? Hát az építőiparban. Váltani kell. Építőipar, gipszkartonozás, köműves munkák. Így, köműves munkák és abban bármi gyakorlatilag. Annyi határidőre nem készítünk el semmit, mert órabérre vagyunk, nem teljesítvére. Hát majd 4 fős brigádra lesz szükségünk, mert föl kell cippantani egy álmennyezetet. Nagyon jó itt az úr! Kocsinak a rugózása kicsit olyan van. Vigyük még egyet! Ez buzsáki díszítés, gondolom, vagy... Igen, buzsáki motivumon. Buzsáki motivumon. Ez meg a szomszéd faluban, ezért Wolfsburgban futballozik, hölgy, Jakab Fizsonet. Wenn ja hut, natürlich hut, und in der Mitte, Jakab Fi! Big deal. Azt mondta, volt egy nagy játékos Magyarországon, ezt láttunk egy filmet, és mondta az edzésen kártya, majd meg ilyen megy, és videkészítők kártyát. Sok beszélgetéses kártyázás. És bajnoki cím csak az az egy, van a tavalyi megye hármas? Van megye kettesek. Van megye kettesek. Bajnoki cím is? Igen. Minden különböző osztályban azt hiszem 13-szor nyert bajnokságot a Buzsák, de megye kettőig. Hát megye egyet, azt nem. Igazából a buzsáki hímzés az, ami azt mondom, hogy országszerte, sőt, talán Európa szerte híres, amit ott látunk legelőször, hogy az egy vézás hímzés. Hát ezeket a mai napig használják a táncos lányok is, ilyenekben táncolnak. Az a piros ott a rátétes, a fekete pedig boszorkányos. Azt a legnehezebb hímezni, azt a legkevesebben is tudják. A kerelmiát is buzsáki hölgy készíti, az összes tányira, és ők is festi buzsáki hölgy festi. Tehát ez mind helyi lakosoknak a keze munkája. Igaz az, hogy a helyi fiatalok ezt úgy hívják, nyilván köznyelben, hogy a terrorháza. Ezt ki mondtam? Valaki. Hol hallottad? Ez csak egy közmondás, igaz, babszi? Jó, egy pohár bortál fogadtok. Ezt mind a bor meg a pálinka versenye nyerte. Különleges asztali örömök Somogyban. Aranyérmes, arany, ezüst, arany. Szeretem, amikor nem kong annyira jó. Mit kell tudni erről a borról? Ez egy szar az orosz viszmi. Szőlőből. És szőlőből van. Ez bor. Ennyi, nem tablettel. Nem tablettel. Összesen hány fajta bor található itt a pincében? Hány bordó van? A hány bordó? Megszámoltad? Mindegyikben másfajta? Mindegyikben másfajta. Az igen. Azt az órát nézzétek meg! Eladó óra, adom. Azt tényleg nézzétek meg! Na jó, adok érte egy 5000-es. Na, nyugodt. Legyen 6. Thank you.
Hogy mondtam, hogy ruhába bemegyek a medencébe, nem vittél nekem, haha. Jó. Azt hallottuk, hogy itt úgy működik, hogyha valaki beteg vagy reumás, bemegy a vízbe, bottal jön ide, mire kijön a vízből, futva megy a nap. Hát, majdnem, egy kicsit felgyorsítottuk, de igen, hasonlóképpen működik. Reumatikus megbetegedésekre jó a víz legfőképpen, törések utáni, húzódások, megfelelődni. És esetleg másnaposságra? Arra is tökéletesen segít. Na, gyerekek, hát akkor lehet jönni, kikezeltetni a különböző problémáitokat, akár reumáról van szó, akár más technikai problémáról. De az épületnek magának mi a funkció és mi a célja? Tehát az épület úgy épült, hogy Balaton Nagyberék élővilágát fogja bemutatni interaktív módszerekkel, és Buzsáknak a néphagyományait. Tehát igazából egyen majd fejjel megyünk, ott már van egy-két vitrina, egy-két kiállítás megtekintető, de még nincs teljesen kész állapotban. Tehát ha elkészült, akkor interaktívan gyerekek is tudnak majd játszani, nyilván a mobiltelefonok különböző applikációk kellenek hozzá, ami az már a fiatalságét jobban. Jár szemüveg, amivel megmondom, hogy milyen állat lenne, és milyen az állatnak az élőhelyének megfelelően, egy szarvas például, hogy milyen magasságban mit lát, mit tud tenni, vagy egy csiga, ami legalább van, tehát arra be tudja kapcsolni, és akkor VR szemüvegen keresztül látja az életét. És milyen gyakran szokott ide kiállni? Hát minden nap. Most nem azt mondom, hogy egész nap itt vagyok minden nap. De minden nap azért. Dolgozok, ki kell jönni ide. Tiszteletem, Oszi bátyám! Na, indíts be! Bazd meg, ott van, azt nyomd meg, azt a gombot ott. Hú, meg kell rántani, nem? Úgy kell már rántani, nem? És ez minden indításkor? Hát... Azt akarod, hogy berregjem? Akkor berregtesd meg, bazd meg! Na, mi van? Rengeteg külföldi van Buzsákon. Igen. A nagyobb része német állampolgár. És közben mondta, hogy ő egy kisvárosba tűzoltó parancsnok, és pont oda jutottak, hogy tűzoltó autót cserének, 20 éves korban le kell cserélni autókat, és nem sétálna meg bennünket azt a 20 éves autót, amit egyébként rontákra kéne szállítani, nekünk adná, elfogadnák. Ha mondtuk, minket nem sért meg. És volt egy másik német úriember, aki azt mondta, hogy le ne maradjon, adott még egyet. Ezt komolyan kell venni, ezt a menüt. Kört Lászl is komolyan vette. Itt a tiszta szoban általában vendégek fogadására használták, ezen kívül a család maga csak akkor használta, ha mondjuk kisgyermek született a családban, akkor az itt volt egy pár napon keresztül. Két szemes kályhant van, mind a két szobában van egy, ezeket a konyhából fűtötték, ez valamilyen szinten a központi fűtésnek az elődjének tekinthető, mert a szobában nem kellett semmilyen poszt vagy port csapni, ha a tüzet akartak rakni, vagy kiamusztak. Ott főztek a sarokban, nagy üsben, mert azért általában nagy családok voltak,
és hát a sütést azt meg itt a kemencében oldották meg, asztalok nem nagyon voltak, mert általában a kemence a patkányúval fogyasztották el. Hát ezek különböző használati tárgyak, cigarettatartó, gyufatartó, különböző kínálók, sak. A motivumok meg, amivel az erdőn meg a mezőn majd pásztorok faragtak általában, mivel erdőn mezőn találkoztak kígyó, béka, virágok. Uh-huh. Általában ezeket a mintákat használták. Mire számítunk szerinted az öreglak ellen? Hát, szeretném. Tabella tekintetében. Tabella szerint ők az a favoritok, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy kicsit megnázítsuk a dolgunkat. Történt a lépővel. Hát sajnos egy rossz lépés és keresztszalag szakadás. Segített aztán benne egy jelenlévő védő? Vagy nem, és pont ez, hogy még senki sem tudok szidni. De. Majd meccsen mi lesz? Remélem, hogy egy nagyon szoros meccs lesz. Nagyon. Ők jók, nem? Most nagyon nagy formában vannak. Minden évben jók, de most valahogy elkapták. A szomszédvány rangadó, tehát nincs lebecsülve az ellenfél, tudjuk, hogy ők az elsők. Én megmondom őszintén, hogy kiélezett mérkőzésre számítok. Ha az enyémek normálisan oda teszik magukat, úgy ahogy kell, akkor én úgy gondolom, hogy egy normális kiélezett mérkőzésre fogunk felük játszani. Szerintem úgymond kicsit kiemelkedünk a mezőnybe, ez kétségtelen, minden nagy képviseket félretéve. Nyilvánvalóan irgazoltunk két játékost, aki öreg lakikötődésűek, azok segítettek ezen a történetén, de én gondolom, hogy egy jó csapat és egy jó baráti társaság, aki fordozik a reglakon is, ennek is köszönhető az ellen. Megy egy, vállalják? Hát nem beszéltünk még róla, mi este a bajnokságot megnyerjük, megkérdezem a srácokat. Mi a papírokat, ami a megye egyes induláshoz kell, azt én elintéztem, leadtam, kinehetők ezen a srácokon múlik. Én azt mondtam, hogyha valaki elér egy sikert és kiharcol egy fősebb osztályból indulási jogot, akkor az én a lehetősége és próbálja ki magát. Szerintem 0-8. Mennyit fogsz vállalni? Mennyit vállalok? Hát egy jó 10 percet szerintem azt mondjam. Ó, tudjad már, hogy nyomjál? Gólt lőttek volna! Volt itt verekedés? Nem. Nem? Én nem hallottam róla. De hogyha lenne, akkor számíthatnák a munkádra? Nem voltam. Te vagy egy 8-as. Van még rajtad kívül másik 7? Persze, vagyunk 13-an. 13-an? Akire kell pihelni az ellenfél csapatából? Csatás úrra. Jó vakú, Dávid! Én Cséki tesó! Ő lesz az a fiatal ember, aki meghúz a szélét. Ki az, aki megfoghatja őket? Senki. Följöttünk ide a buzsáki VIP párhelybe. Csak kevesen ülhetnek itt fel. Ugye a néző többsége nem van, itt összesen 5 ember plusz, hát mi ketten. Ez menő, nem? Ez a VIP gold. Ez 800 forint. Igen, és hát minden pénzt megér viszont a látvány. Ez a zene füleimnek. Azt hiszem, és hallott, hogy kánonban szatyiznak. Kánonban megy a szatyi csapás, és vezényelni. Mire számít a mai mérkőzése kapcsolatban? Vereségre. Ez ennyire egyértelmű? Hát most itt az első helyzetnek 3-1-es vereséget jósol. Hát eddig még tetszik, eddig még jó. De mi lesz a vége? Mire tippelsz? Természetesen Buzsák nyer. Tényleg? Te vagy az első, aki azt mondja. Nem baj, mindig bízunk a csapatunkban. Hát, ha mi nem bízunk, akkor csak azért, ki a kedvenc játékos egyébként a szám alapján? 17, a 16, a 6, az 5, a 15, a 14. Volt már egyébként Buzsák öreglak rangadó, ahol a félidőben 4-0-ra vezetett öreglak. Elment a felek közönség haza. Egyedül az öt felsős úriember mondta azt, hogy nyerni fogunk, és 5-4-re nyertünk. Hát, így legyen! Most könnye vége lenni, örülünk neki. Ha 0-0 lenne? 0-0, meg párte. Egy pont neki nagyon kell, egy pont. Yeah.
Húha, Spori! Két gyenge csapatot lát. Egyik az első. Abban nem vagyok a pályán. Ja. Hát ha nincs oda csúnya sérülésem, akkor este a Reálba játszunk. Nem is kérdezed, vagy a Reálba, vagy a Barszába? Reálba. Barszánát nem szeretem. Cserzüsen. Jövő, választottam is volna. Persze, csak a törpével. Tajti Matyi. Nem voltam jobb a törpével. Posztai várnak és törüls. Na kösz. Boldog vagyok, hogy a hazai csapat nem kapott még gólt, és akár még a győzelem is benne van. Hát ezeknek a vendégek, legalább egy kis beadást követően a vendégek csatára körülbelül másfél méterről belefejelte a kapuba. Nagyjából 50 másodpercre mondtam azt, hogy teljesen jól tartja magát a hazai csapat, és talán még a győzelem is benne van. Hát erre kaptak egy gólt, tehát most tisztelve. Megmondtad. Én értek hozzá. Ugye én körülbelül 1000 mérkőzés van a lábamban, brutálisan értek a futballhoz. Ennyi. Hogyha tipmixelni szeretnétek, tőlem kérjetek tanácsot, amit én rakok, mindig az ellenkezőjét megrakjátok, nyertek tőlem. Ma 3 mérkőzést rakta, meg mind a 3 elment. Na. Szép lett volna, hogyha beakadod a Nuszi felsőbe, nem? Szép. Elég életszögből lőtte meg a gyerek. Én azt hittem, hogy lesz. Ilyen akrobatikus, ilyen Ibrahimovics. Erős túlzás, nem? Te kicsi. Miben kéne változtatni a hazai csapatnak? Nem tudnak sajnos, gyenge a csapat. Nem lehet fordítás? Nem, az ki van zárva. Mi a vége tipped? 6-0. 6-0? Igen. Hát ha jön 5 gól, akkor esküszöm, hogy neked itt izé... Akkor iszünk egy sör. Akkor biztos vagyok benne, hogy meghívlak egy sörre. Srácok, eddig hogy tetszik a mérkőzés? Hát egy ilyen Magyarország Andorra. Magyarország Andorra? Körülbelül, nem? Ja. Kurva gyenge! Kurva gyenge! Zombori taktikus Sándor van mellette. Kommen Sie öfters zum Spiel? Wir sind immer da, wenn Heimspiele sind und wenn Sie in der Nähe gehen, auch zu Auswärtsspielen. Und wie gefällt das Spiel heute? Na, heute ist es ein bisschen besser. Wir waren auch in Uruguay und da war es natürlich ganz, ganz extrem. Da war es ja 8-0 verloren. Heute ist ein bisschen besser das Ganze. Wir freuen uns, dass noch nicht so viele Tore gefallen sind. Und wenn es so weitergeht, sind wir zufrieden. Und haben Sie einen Tipp zum Endergebnis? Ja, ich hoffe, dass es eventuell 2-1 oder so. Ne, 1-2. Für die Heimmannschaft. 1-2. Elfontom a meccset, ha fejbe ott vagytok, bárki lehet. Lassúak vagyunk, körülményesek vagyunk, van egy bedobás. Neked kell szólni, gyerekek, menjünk hadd, azt végezzük el. Nem, oda meg, fölött az eldobó. Majd ha nem dobunk, visszafújják. Hát legyen már bennünk félje. Meg csigérség. Bátran, határozottan, keményen, de sportszerűen. Nem kell tőlük megijedni. Például menjünk ki, és most már korrugdossunk valókat is nézzük, jó? Zsolti direkt szólt az edzőnek, hogy alud cseréljem el fél időben, mert akarok inni egy jó borsit a trollfacisokkal. Köszönöm, egészségetek. Amúgy bírta volna még simán tüdővel, meg lábam mindenhogyan. Igazából, ha jól látom, akkor nem ad mindent bele az öreglak. Felvették ezt a kicsit lazás stílust. Hát felvették szerintem ezt. Ahogy az ellenfél játszik, az annyit tesznek bele, amennyi elég. Az a pici fűszer, ami kellene a mérkőzés, az te vagy. Valóban igen. Igen. Az a baj, hogy nem hoztam váltó cipőt, de... De úgy beállnál. Aki tud, az paklumpába hát, is tud. Eddig jutottam a drónért, és hát eddig jutottam, mert ennyit készen a pálinka. Hát mondtam. Van pálinka, akkor a gól megvár. Nagyon futballozunk, azt mondom. Amúgy nem. Gólokkal vagyunk jobban, mint nem. Még Fuzsiro! Szégy paragúj, mi ez a pénzt, az elkérjük, mert forgatási. Forgatási díj. Szúnyog bement, bazd meg. Bazd, ezt üle rúgnál vissza a pisztolyt. Amúgy igen. Are you?
Én megint mondtam, hogy kapcsolod be a kamerát, hogy az akciót feltűzben. És gól lett? Gól lett? Egy-egy. Az előzőn is bemondtam, most is bemondtam. Ez van, hogyha valaki ért a futball. Azt nem tudtad megmondani előre, hogy gól lesz, nem, vagy? Nem, mert a telefonat nyomkodtam az Ja. Ki lőtte a gólt? Ez egy jó kérdés. Virág Krisztián elindult középpáron. Jó! Tehát Virág Krisztián elindult középpáron, nagyon szépen becserezte magát a 16-osig, lepasszolt a tesójának, majd vissza, és gól. Elüzekedjetek! Na! Most már azt látom ott, hogy itt a középpálya még stabil, hátul valamennyire stabilok, de elő megint. És látod, volt egy lecsorgó labda, és senki nem volt a közelében. Újra Béla bácsi, óriási! Nem van, nem van. Mi történt, fiú? Mi történt? Semmi. Hőjéknek diéta. Kamu volt? Ez kamu. Kamu? Hőjéknek diéta. Milyen érzés egyébként, hogy folyamatosan nektek fúj a bíró? Milyen érzés, hogy ilyen csapatban játszani? Szerintem abszolút nincs igazad. Hé! Eroli! Hát fújjon, ne szívjon, baszd meg, hát ne szívjon. Érezhetően nő a feszültség, lögdösödnek meg, azért már rugdossák egymást. Reméljük nem lesz belőle, vagy hát reméljük lesz belőle valami. Akkor van anyagot. Így már nem lesz. 3-1. Hát itt nem, ez nehéz lesz visszahozni. Hát ha egyáltalán még szépíteni tudsz, szerintem az egy csapat, az már nagy szó lesz. Jön vissza gól túl. Hát ilyenkor jön 3-1. 3-1. Ilyenkor jön ki az edzés. Hosszántó végeredmény, vagy vállalható eredmény? Vállalható eredmény. Igazi szomszédbány rangadó volt semleges, nézők jó szórakoztak. Megszerintem mindenki, ezt kéne minden bajnoki mérkőzésen, és akkor jó hangulat lenne. Mi az, ami a vendégcsapat javára döntött, illetve mi az, ami hazainál önöknél hiányzott? Mi fejben nem voltunk ott, a vendégek gyorsan elvégezték a szabadrugásokat, tehát ők pontosabbak voltak végén. Mi nem, sajnos. Ez így alakult. Most majd megyünk tovább, azt megcsináljuk. Az igazság jobb volt öreglok. Ezt az erőt, ezt a mentalitást, amit most itt produkáltunk, ezt átmenteni a több további meccsekre is. Mert így játszottunk volna, ahogy az edzőnk is... Akkor most nem ott lennétek, ahol most vagytok. Igen. Ezeket a korábbi meccseket ezzel a játékkal hozhattuk volna. Nem is tudom, hol kezdjem, annyira tartalmas napunk volt itt Buzsákon, voltunk pincékben, láttuk a faluházat, láttuk a tájházat, egy kis népművészeti betekintést kaptunk, a fürdőben is jártunk, szóval annyira kerek történet volt. Köszönjük szépen polgármester úrnak, Bebics úrnak ezt a gyönyörű, tök jó és tényleg nagyon-nagyon tartalmas napot. Hát sajnos nem nyert a hazai csapat, de hát ez nem is volt elvárás, mi nagyon jól éreztük magunkat, szerintem egy tök jó mérkőzés volt, hozta a, hát nem azt mondom, megszokott megyekettek színvonalat, mert annál szerintem sokkal-sokkal jobb volt, de nem baj, fel a fejjel srácok, és a sok sikert kívánunk a Buzsákiaknak a jövőre nézve. Nektek pedig köszönjük, hogy követtek minket, nagyon köszönjük azt is, hogyha megosztjátok a videóinkat, és ne felejtsetek el feliratkozni, az nagyon fontos, azzal nagyon segítették a munkákat. Köszi szépen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!